Bár a gyerekek többsége még iskolában volt, akadtak azért segítőkezek. A nevelők és az intézmény lakói közösen vitték fel az ajándékokat. Találtam egy ilyen játékot. A legnagyobb sikere a játékoknak volt a gyerekek körében, de a gyümölcsöknek és az édességeknek is nagyon örültek. A térség országgyűlési képviselője és a Fehérvár megyei közgyűlés elnöke számára hagyomány ez a látogatás az év végén. Ajándékozni érkezünk minden évben, de igazából a gyermekszemeket látom, mi kapunk ajándékot boldog gyermektekintetek vonatkozásában. Szerintem ez egy kiváló lehetőség, hogy felhívjuk a társadalom figyelmét arra, hogy aki tud, és módja van rá, segítsen. Itt vannak olyan gyermekek, akiknek nehezebb a sorsuk, mint átlagos társaiknak. Természetesen köszönjük szépen a nevelőknek az áldozatos munkáját. A politikusok karácsonyfát is hoztak a gyerekeknek. Talán egy kicsit mások az ajándékok, mint eddig szokott lenni. Van olyan is, ami tavaly is volt, meg tavaly előtt is. Nyilván az édesség, a egyéb gyümölcsök, azok mindig megjelennek, a karácsonyfa is, de most talán több a játék, úgyhogy ennek talán egy kicsit hosszabb öröm lesz majd még a karácsonyi ünnepek alatt is, meg utána is tudják majd használni a gyerek. Az ajándékokat a Velencei Gyermekotthon, mint a központi intézmény, szétosztja a Fehérvár megyei otthonok lakói között.